Elsőként Petrucki Csaba lépett színpadra szombaton, a 10. alkalommal megrendezett jótékonysági operett és nótagálán a Művelődési Központban. A Gyulai Nóta Kedvelő Nyugdíjasok Klubja idén a gerincvelői izomsorvadással küzdő két egyházi kislány Dicsa Noémi gyógykezelésére gyűjtött. Az Egyesület korábban is rendezett már jótékonysági gálát, akkor egy pár hónapos májrákkal diagnosztizált kislány megsegítéséért nótáztak. A Nóta Estre többek között Ukrajnából, Budapestről, Nyíregyházáról, Egerből, Kecskemétről, Ózdról, valamint Jászverényből is érkeztek amatőr és már ismert előadók. Ők természetesen a fellépési díjukról is lemondtak a nemes cél érdekében. Ez magától érthető, hogy ha segíteni kell, akkor segíteni kell. Ez nem kétség, hogy amúgy is mondjuk, én szeretek énekelni, de már ugye a fejem fölött már elmúltak az évek, úgyhogy de ilyen jótékonysági műsor alkalmával itt mindig ellen kell legyünk, ameddig tudunk. Azt mondják, a Magyarországban égő mécses Nagy Ferencné, a gála főszervezője elárulta. A Nóta Kedvelő Nyugdíjasok közösen döntöttek úgy, hogy az idei évben rendhagyó módon rendezik meg estjüket, hiszen a közös vacsora helyett a jótékonyság került a főszerepbe. Ugyanis Dicsa Noémi betegsége, a gerincvelői izomsorvadás egy olyan kor, melynél sokat számít az idő, mert a beteg állapota gyorsan, rohamosan egyre csak romlik. Sokat hallottam róla a televízióban, újságokban, hogy megjelentenek a kislánynak ez a sajnálatos módon betegsége, és mivel, hogy mi egy ilyen nagy család vagyunk, ilyen nóta kedvelő család, és hogy mi is tudjunk rajta segíteni, tehát így jött az ötletünk, hogy akkor ezt a nóta estet most egy ilyen színház termesre, nem vacsorával egybekötötten, hanem a színházteremben rendezzük meg. A beteg kislánynak ugyan még több mint 10 millió forintra lenne szüksége első kezeléséhez, de a szombati gála szervezői remélik, hogy a befolyt összeggel legalább egy kicsit segítségére lehettek a gyógyuláshoz vezető út eléréséhez.